Jótékony futás. A Szent Pantaleon gyermekosztályáért futottak a sportkedvelői szombaton reggel. Választási szövetség. Közös képviselőjelöltet indít Dunaújvárosban az Együtt és a Párbeszéd. Futszál kicsiknek is. Pénteken megrendezték az első általános iskolásoknak szóló futszálkupát. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Újabb jótékony kezdeményezés indult útjára Laca Tamás, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője jóvoltából, aki futást és ezzel együtt adománygyűjtést szervezett a kórház gyermekosztálya javára. Szombaton reggel 10 óra után néhány perccel indultak el a futók a Városháza térről. A borús idő ellenére is több mint 100-an vettek részt az eseményen, ahol a legkisebbektől kezdve a nagyokig mindenki teljesítette a kitűzött 6,7 kilométeres távot. Az Együtt a Beteg Gyerekekért elnevezésű jótékony futás célja az volt, hogy a kórházban fekvő beteg gyerekek bentöltött napjait kellemesebbé varázsolják, és a bent lévők kevésbé érezzék az otthon hiányát. Hogy nagyon sok alergiám lesz mindenkor, amikor már nincs alergiám, akkor is alergiám van. Olyan is volt, aki az interneten találta meg az eseményt, és Szentesről érkezett, hogy jótékonykodni tudjon, miközben kedvenc hobbiának, a futásnak hódol. Nem dunaújvárosi vagyok, most járok itt életemben először, én nagyon messziről jöttem ide ezért, de egyébként a szervezőkkel már felvettem a kapcsolatot, és szándékomban áll legközelebbi rendezvényekre is eljönni. Úgy gondolom, hogy mostanság, illetve így a napjainkban nagyon-nagyon sokszor látunk olyat, hogy nincsen mit enniük a gyerekeknek, nincsen tiszta ruhájuk, nincsen egyébként bármi olyan dolog, amire szükségük lenne, tisztálkodószer vagy bármi, és azért nagyon sokat látjuk azt is, hogy a kórházak nem mindig kapnak annyi pénzt, hogy amennyire szükségük van ahhoz, hogy el tudják látni ezeket a gyerekeket, illetve bárkiről beszélünk, legyen ez felnőtt idős kisgyerek, és szerintem tök jó, hogy lett egy ilyen kezdeményezés. Az elektromos játékautó ötlete Amerikából érkezett, ahol a kórházak ilyen kis járművekkel szállítják kezelésre azokat a gyerekeket, akik éppen műtétre vagy vizsgálatra készülnek. Ez egy szeptemberi futásom alkalmával jutott így eszembe, hogy ha már tényleg nagyon sokan futunk, meg ebbe a városban is rengeteg a futó, ezt a futást lehetne úgy is csinálni, hogy igazából a kórháznak a felajánlására, ugye baleset helyszínként dolgozok itt a városban, rengeteget járunk be a kórházba, tehát a gyerekosztályat is ugyanúgy látogatjuk, és így egy kicsit így a színesebbé tenni így a gyerekosztálynak az életét, új ágynemükkel, egyéb játékokkal, valamint ez az elektromos kis autó, meg kis motor, tehát ez így, ugye kapott már a Heinpál kórház is egy ilyet, most egy dunaújvárosi kórház is, ugye miért nem maradjon ki, tehát ők is ugyanúgy jogosultak lehetnek erre. Az adományokból befolyt összeg összesen 416.040 forint lett. Így a szervező Laca Tamás elmondta, az elektromos kis autók megvásárlása után maradt összeget továbbadja a kórházi bálon összegyűlt 650.000 forint mellé, hogy az újszülött melegítő és újraélesztő asztalt minél hamarabb megvásárolhassák. Az E.ON Dél-Dunántúli áramhálózati ZRT folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. Ezáltal áramszünetre kell készülni december 5-én, 12-én és 18-án 8 órától várhatóan 16 óráig a Borgőz utca, Ivó utca, Csaba-Gyöngye utca 19-21, valamint a 3073/25-26-27-es helyrajzi számokon az Európa Tanács utcában, illetve a Palánk utcában. Emellett december 6-án, 11-én és 19-én 8 órától várhatóan 16 óráig a 18551 TS szárító 47 számú transformátorállomás és az Oroszi Tanya területén is áramszünet lesz. Karácsony Gergely a Párbeszéd miniszterelnök jelöltje és Szigetvári Viktor az Együtt országos választmányának elnöke hivatalosan is bejelentették, hogy az Együtt és a Párbeszéd választási szövetség dunaújvárosi képviselője a 2018-as választásokon Szabó Zsolt lesz. Karácsony Gergely szerint most újra kell próbálkozni Dunaújvárosban, attól függetlenül, hogy 2014-ben nem sikerült megszerezniük ezt a választókerületet. Elmondása szerint utólag visszagondolva akkor nem is biztos, hogy a legkiválóbb jelöltet támogatta az akkori ellenzék, és az is kétséges, hogy a legjobb politikai stratégia volt, amit akkor az ellenzék követett. Most tudja, hogy Szabó Zsolt a megfelelő választás. Az Együtt és a Párbeszéd
elhatározta, hogy választási szövetségben készül a 2018-as parlamenti választásra. Közös programmal és közös jelöltekkel szeretnénk megszólítani a választópolgárokat, és hiszünk abban, talán sokakkal ellentétben, hogy 2018-ban igenis lehet változás. A változáshoz két dolog kell, kellenek jó jelöltek, és kell együttműködés. Szigetvári Viktor az Együtt országos választmányának elnöke szerint az együttműködésüknek további erőt adhat, hogy sokan elégedetlenek jelenleg. Az Együttnek meggyőződés, hogy azért kell Szabó Zsoltot támogatnunk a jelöltségben, azért vagyunk büszkék, hogy szövetségünk a Párbeszéddel jó, fiatal, megújulást jelentő képviselőt tud ebben az egyéni választókörben állítani, mert a régi struktúrák nem fogják ezt a várost soha kimozdítani abból a helybenjárásból, amelyen igenis lehetett volna változtatni. Vannak sokan, akik innen Budapestre, a pesti agglomerációba járnak ma már dolgozni. Vannak sokan, akik az itt levő iparban, a környező iparban dolgoznak. Itt kell helyben boldogságot, boldogulást biztosítani sok tízezer embernek. Szabó Zsolt önkormányzati képviselő 7 éve dolgozik a Dunaújvárosi képviselőtestületben, ahol eddig is bizonyítottan nem fél a vitáktól és esetleges nézeteltérésektől, ezért örömmel tesz eleget ennek a felkérésnek. Meggyőződésem, hogy Dunaújvárosnak olyan politikára és olyan politikusokra van szüksége, ami az ígéretek helyett a cselekvés nyelvén beszél. Láthattuk már azt, hogy milyen az, amikor politikusok ebben a városban látszatvitákat folytatnak, és problémákra látszat megoldásokat adnak. Ebben a körzetben a Párbeszéd és az Együtt Magyarországért közös képviselőt indítanak a polgármester választáson. Az említett pártok az ország további területein is egyezkedéseket folytatnak a baloldal képviselőivel. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján az automatás vásárlásoknál 5%-os lesz a kedvezmény, az otthon nyomtatott vagy mobileszközön keresztül bemutatott vasúti menetjegyeké pedig 10%-ra nő december 10-től, valamint a MÁV Start 1-es járataira 20%-kal csökkentheti az eljegyárakat. A díjcsökkentés nem csak az alaptarifában, hanem az egyéb kedvezményekre, felárakra is érvényesíthető. Az elővétel lehetőségét a vasúttársaságok már december 8-ától megnyitják. A kedvezmények kizárólag a jegyekre szólnak, bérletvásárlásra nem vehetők igénybe, de a GSEV szolgáltatásaira is érvényesek. Pénteken megrendezték az első általános iskolások számára szervezett futszálkupát, amelynek célja az volt, hogy a legkisebbeket is bevonhassák ebbe a sportágba is. A futszálkupa ötlete már nyáron körvonalazódni látszott, amikor egy kéthetes edzőtáborban kiderült, mennyi kisiskolás gyermeket érdekel ez a sportág, és próbálná ki magát benne. Két csoportban játszottak mérkőzéseket, ahol az első, másodikos, illetve a harmadik, negyedikes diákok alkották a korcsoportokat. A versenyen összesen 9 csapat vett részt. Régóta focizok, futballozni is szoktam, meg futszálozni, és... eljöttem vele a iskolába, és járok focira, és futszálozni is járok a Pannon iskolába. Most azt hiszem a Baracs ellen fogunk játszani. Kiválasztottak, hogy jöjjek erre az eseményre, és suli helyett itt inkább jól érezzük magunkat. Hát edzettünk nagyon sokat, és... már járok, jártam focira. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a gyerekek már fiatal korukban találkozzanak minél több sportággal, amiből aztán kiválaszthatják a szívükhöz legközelebb állót. Dunaújváros sportváros lévén ebben nagy segítséget tud nyújtani, hiszen egyéni és csapatsportok terén is kiemelkedő eredményeket nyújtanak a helyi sportegyesületek. Dunaújváros sportpalettája, a sportágainak palettája rendkívül széles, ha elmegyünk egy sportágválasztóra. Láthatjuk azt, hogy a vizes, a tornász, a labdarúgó, a kézilabdás, tehát minden labdás és nem labdás sportág, egyéni és csapatsport, szinte teljes paletta megtalálható Dunaújvárosban. Dunaújváros egy rendkívül jó város ilyen szempontból is, egy rendkívül jó sportváros, ahol látszik azt, hogy önkormányzatunk kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a sportot támogassa, és ezek a rendezvények mellé álljon. Úgyhogy én szerintem Dunaújváros nagyon-nagyon jól néz ki, mind az utánpótlás, mind pedig a felnőtt sport területén. A rendezvény végén minden résztvevőt tájékoztattak arról is, hogy a későbbiekben hol és mikor látogathatja az edzéseket.
Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Jótékony futás. A Szent Pantaleon gyermekosztályáért futottak a sportkedvelői szombaton reggel. Választási szövetség. Közös képviselőjelöltet indít Dunaújvárosban az Együtt és a Párbeszéd. Futszál kicsiknek is. Pénteken megrendezték az első általános iskolásoknak szóló futszálkupát. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert következik az időjárás jelentéssel Gyöngyösi Péter, aki elmondja, milyen időre számíthatunk a hétvége további részében. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Az átvonuló hidegfront esős borongós időt hoz vasárnapra. Havas eső, havazás leginkább északkeleten és a hegyvidéki területeken fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szelet a Dunántúlon erős viharos lökések kísérhetik. Visszaesik a hőmérséklet, a maximumok 10 fok alatt maradhatnak. Hétfőn már nem várható eső, túlnyomóan napos időre van kilátás. Reggel gyenge fagy fordulhat elő, és napközben is csak 4-6 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is nagyrészt a napsütésé lesz a főszerep, hajnalban azonban már mindenütt fagyhat. A következő napokban reggelente sokfelé képződik pára, köd, mely helyenként akár napközben is megmaradhat, jelentősen lecsökkentve a látástávolságot. Szitálás, ködszitálás továbbra is előfordulhat, melytől kismértékben csúszósá válhatnak az utak. Vezessünk óvatosan, tartsanak nagyobb követési távolságot. Viszontlátásra!